Péklapáton szlalomozó labda, gumicsizmadobás és íjászkodás is volt Szabolcsban, ahol a Vidék Kincse Egyesület immár 5. alkalommal rendezte meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéhez köthető értékekről és hungarikumokról szóló vetélkedőt október végén. A történelmi múltjára büszke településen figyelnek arra, hogy értékeiket megőrizzék a jövő nemzedékeinek. A Tomori Kúria felújításával hamarosan új turisztikai attrakcióval szolgálhatnak az ide látogatóknak, mondta Csegei László, a település polgármestere. A rekonstruálás alatt álló Tomori mellett továbbra is várja az érdeklődő csoportokat a késő barokk stílusú Mudrány Kúria és a 11. századból megmaradt történelmi emlékhely a Szabolcsi Református templom és földvár is. A polgármester azt mondta, a szabolcsiak büszkék, hogy a református templom felkerült a nemzeti örökségvédelem listájára. Tomori Kúriának közeledik a fizikai befejezésének az időpontja, ami több százmilliós projekt, és nagyon nagy jelentősége lesz abból a szempontból, hogy a Szabolcs település az idén nyerte el a Nemzeti Örökségvédelmi Intézettől a történelmi emlékhely címet. Ez igen kitüntető cím a település számára, amit a szabolcsi földvár és a 1092-es zsinatnak helyet adó mostani református templom kapcsán nyert el a település. Erre nagyon büszkék vagyunk, minden támogatónak hálásan köszönjük, és hát ennek a címnek a hivatalos protokolláris átadása, illetve a velejáró emlékoszlopnak a megáldása, megszentelése, az 2023. május 20-ára van tervezve. A május 20 az azért, mert az 1092-es zsinat is május 20-án tartott, tehát a Szent László királyunk emlékezetére és a törvényhozó zsinatra emlékezve ezen az évfordulón tartanak meg az ünnepélyes protokolláris felavatást, megáldást. Csegei László hozzátette, az egykori földvár környezetét is igyekeznek vonzóbbá tenni, ahova tematikus táborokat, illetve vetélkedőket is szerveznek, egyebek mellett a megyei értéktár által szervezett helytörténeti vetélkedőt. A polgármester azt mondta, a turisztikai szempontok mellett a település élhetősége is fontos. Ennek érdekében a Magyar Falu program segítségével fejlesztették a belterületi utakat, valamint egy új játszóteret is építettek. Összességében az eltelt 4 év vonatkozásában történtek a legjelentősebb fejlesztések. Ezek összegszerűségben elérik, meghaladják a 500 milliárd forintot, tehát megközelítik a 600 milliót, amit a település még fennállása óta soha nem kapott ilyen nagy mértékű támogatást. Hát nyilván ez nagy mértékben köszönhető egyrészt annak, hogy megvalósítható célokat tűztünk ki magunk elé. Nem építettünk torzókat, a megvalósult beruházások árértékaránya az reális és felmérhető, illetve kaptunk hozzá olyan politikai egyetértést és támogatást, ami nélkül valószínű, hogy nem tudtuk volna ezt megvalósítani. A korábbi energetikai fejlesztéseknek köszönhetően a polgármester úgy véli, felkészültek a következő hónapokra. A november 30-ai testületi ülés döntései értelmében az ünnepnapokon kívül ügyfélszolgálati ügyeletet biztosítanak az önkormányzatnál. Csegei László azt mondta, a következő évben is folytatják a belterületi járdák felújítását, valamint a csapadékvíz elvezetésének kiépítését.